Képviselőtársaim, a Mi Hazánk képviselőcsoportjának vezérszónoka, Apáti István képviselő úr, parancsoljon képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Először is visszautalnék, vagy reagálnék Nacsa képviselő úr gondolataira, aki nagyon büszkén jelentette ki, hogy több minősítés vagy hitelminősítés kedvező az ország, illetőleg a kormány számára. Nagyon érdekesnek tartom ezt a kijelentést és az újszerű megközelítést, ugyanis én már itt voltam a 2010-es és 2014-es ciklusban, akkor még Nacsa képviselő nem ült itt, és ennek a ciklusnak az elején, valamikor 2012 tájékán, amikor sorozatban negatív előjelű vélemények jelentek meg különböző általában hitelminősítő intézetek részéről az ország, illetve a kormány tevékenysége irányába, akkor jól emlékszem, hogy kivétel nélkül a pénzügyi kormányzat és a kormányzat más szereplő is arról beszéltek, hogy semmi jelentősége nincs annak, hogy külföldi hitelminősítők hogyan ítélik meg az ország pénzügyi helyzetét, és különben is nehogy már nekünk külföldről mondják meg, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a pozitív, mi a negatív, mi a megfelelő gazdálkodás és mi a nem megfelelő gazdálkodás. Tehát amikor negatív kritikát kaptak, akkor ezt a leghatározottabban visszautasították, bagatellizálták, jelentéktelennek minősítették. Most, amikor néha kimazsolázhattak egy pozitív előjelet is, akkor erre pedig szinte elsősorban, vagy első hivatkozás alapként próbálnak erre visszautalni, ami meglehetősen álságos, mint ahogy az is, hogy tulajdonképpen ők sokatszor ezt már többször mondtam, valószínűleg rá is kényszerítenek arra, hogy megismételjem. Sokszor játsszák azt el, hogy önök, hogy a sikerekért felelősek csak. Minden negatív hatás pedig a külső tényezők eredménye. Minden, ami az országra nézve kedvezőtlen, az azt jelenti, hogy a kormány a külső tőle független körülmények áldozata, ugye a szankciós infláció, háborús infláció kifejezések erre utalnak, amelyek kommunikációban kiválóak. A Rogán művek ezt nagyszerűen megalkotta, csak hogy amikor a rezsiválság is közeledik a hideg idő beköszöntével, akkor nagyon kevés figaszt fog jelenteni a valós intézkedések és segítség helyett az, hogy egyébként Rogán Antalék a kormányzat szempontjából továbbra is ügyesen forgatják a kommunikációs kártyákat. Minden olyan intézkedés, amely akár az MNB-ről szóló törvényben, akár más jogszabályokban megjelenik, és az adósságfék erősítését jelenti, azt a Mi Hazánk helyén valónak tartja, ugyanis nagyon leegyszerűsítve, és nem túlságosan elszakmázva, eljogászkodva, vagy közgazdászkodva ezt a vitát, azt lehet mondani, hogy a régi félelmünk, hogy ami a deviza alapú hiteleknél, vagy amit a deviza alapú hiteleknél az árfolyam kockázat és az árfolyam ingadozás előidézett, az bizony a forint alapú hiteleknél részben az alapkamat és a kamatok emelkedése, részben pedig a kedvezőtlen, az ügyfelekre nézve kedvezőtlen kamatperiódusú hiteleknél pedig a szerződésben rejlő kockázat fogja előidézni. Tehát a végeredmény ugyanaz az adósságspirál lehet, az az adósságcsapda, és ellehetetlenült emberek tömegei a forint alapú hiteleknél is, mint ami volt korábban, máig ható következményekkel a deviz alapú hiteleknél. És akkor is hadd időzzek itt el egy kicsit, hiszen akár nemzeti, akár a Magyar Nemzeti Bankról szóló jogszabályokban, akár egyébként más jogszabályokban ideje lett volna rendezni, közel 13 esztendőjük volt arra, hogy kimenekítsék az embereket a devizalapú hitelcsapdából. Ehelyett, hiszen ezt nem tették meg kommunikációs szinten, igen, a valóságban nem, már a horvátok is jóval előttünk járnak e tekintetben, ott már rendezték ezeket a számlákat, nálunk még nem sikerült. Még a kilakoltatási és árverési moratóriumot is megszüntették 2022. június 15-ével. Kíváncsi leszek arra, tisztelt kormánypárti képviselők, hogy lesz-e önökben ahhoz elég szociális érzékenység és empátia, a saját szavazóik iránt is megjegyzem, hogy általában magyar társadalom irányába, hogy a drasztikusan megnövekedett rezsiterhek lakóingatlanokra terhelését megakadályozzák, és az ilyen alapon történő esetleges árverések vagy kilakoltatások elé még kellő időben gátat emelnek, vagy valami akadályt gördítenek, hiszen nem ismétlődhetnek meg sem rezsiemelkedés, sem a deviza alapú hitelezés máig ható következményei, sem a forint alapú hitelek várható elszabadulása, és majd aztán az árfolyam gát felrobbantása után, mert előbb-utóbb bekövetkezik, semmi nem tart az idők végezetéig. Akkora a kamatstop megszüntetésével, akkora teher fog nehezedni majd az adósokra,
a természetes személy adósokra gondolok elsősorban, vagy akár a vállalkozásokra is, hogy elviselhetetlen terhet fog sok más egyéb kedvezőtlen gazdasági körülmény együtt hatásában jelenteni. Ami tehát az adósságféket és a lakosság eladósodásának vagy eladósításának meggátolásán, megakadályozását jelenti, az támogatható. Ami egyébként pedig az MNB nyeresége és vesztesége kapcsán megjelenik, az a nagyon finom közgazdaságtani és jogi szakszövegbe, a törvény normaszövegébe begöngyölt, becsomagolt, befóliázott beismerése annak, hogy a baj sokkal nagyobb annál, mint amit önök a kommunikációs, a politikai kommunikációs térben bemernek ismerni, vagy elmernek ismerni. Önök most nem tesznek egy büntetőjogi szaknyelven fogalmazva egy teljes körű feltárójelegű beismerő vallomást a tekintetben, hogy mekkora nagy a baj gazdaságilag, hanem különböző, akár saláta törvényekben, akár önálló törvényjavaslatokban, amely még csak egy szűkebb szabályozási kört jelent, beismerik ezt. Magyarul arról szól a történet, hogyha az MNB helyzete nyereséges, akkor 50%-át vagy legalább 50%-át az állam javára ki kell fizetni, ha pedig veszteség keletkezik, akkor azt 5 évre szétterítve, vagy maguk előtt göngyölítve, vagy esetleg vagyonértékesítéssel, rosszabb esetben az előbb elhangzott módon a pénznyomtatás ilyen értelemben tiltott eszközeihez nyúlva próbálják majd valahogy kozmetikázni, vagy finanszírozni. Tisztázni kellene, hogy az 5 évre való szétterítés a gyakorlatban mit jelent, mit terveznek önök. Ezt kérdezném is államtitkár úrtól, hogyha bekövetkezik egy ilyen sajnos nagyon valószínű helyzet, hogy ezzel az 5 éves szabállyal élni kell, akkor ez pontosan mit jelent, ennek a gyakorlati megvalósítását hogyan képzelik el. Jó lenne ezt elkerülni, jó lenne, ha erről csak elvisíkon kellene értekezni, de nem véletlenül építették ezt a javaslatba, hogyha ez nem lenne egy közelgő veszély, akkor ez a norma szövegben semmiképp nem szerepelne. Az pedig, hogy itt akár az MNB elnökének, akár más érintett vezetőknek a fizetését megemelik, vagy a fizetés emelés idejét most látják elérkezettnek, az persze lehet azt mondani, hogy ez egy olcsó ellenzéki fogás, és milyen kicsinyesség itt akár a jegybanki elnök úr zsebében kotorászni, de pontosan olyan időket élünk, amikor ez kifejezetten irritatív jellegű, kifejezetten igazságtalan, durván sérte az emberek igazságérzetét akkor, amikor forint alapon adósodik el a lakosság, amikor az előbb említetteknek megfelelően sajnos minden esély megvan arra, hogy a forint alapú hitelek okoznak hamarosan akkora katasztrófát, mint korábban a deviza alapú hitelek, akkor, amikor a munkanélküliség növekedésével kell számolni, gazdasági, nem a gazdasági fejlődés lassulásával, egyenesen gazdasági visszaesésével, és akkor, amikor mondjuk ilyen kérdésekben is a budapesti íróasztalok mögül, meg a budapesti ablakok mögül esetleg a távolabbi, a több száz kilométerrel lévő vidékre kellene tekinteni. És egyik nem olcsó demagógia része, mert azt mondom, hogy ezt elég nehéz megértetni. Mondjuk azzal a Kelet-Magyarországon dönő nyugdíjassal, akinek mondjuk nincs 100 000 forint nyugdíjasen, azzal a Kelet-Magyarországon, mondjuk Szabolcs megyében élő munkavállalóval, akinek átlagban még most sincs meg a nettó 200 000 forintos fizetése, hogy a jegybanki elnök úr most már nem elégszik meg 5 millió forint körüli fizetéssel, hanem bőségesen 6 millió forint fölé emelt javadalmazásban részesül, nem beszélve az ő egyéb juttatásairól. Tehát e tekintetben érdemes lenne azért önmérsékletet tanúsítani, mert mondjuk valószínű, hogy Matolcs úrnak és vezetőbeosztású kollégáinak a magyar lakosság egyre jelentősebb részével ellentétben mondjuk nem kenyérre, gáz vagy villany számára kell a mostani fizetés és a megemelt fizetés különbözete, tehát az emelés mértéke. Úgyhogy valószínűleg szereznének komoly szimpátia pontokat a lakosság körében, hogyha az önmérséklet mezejére lépve vagy talajára lépve az ilyen jellegű rendelkezéseket kivennék ebből a szövegből. Önmagában már emiatt is azt kell mondanom, hogy a Mi Hazánk nem fogja tudni támogatni ezt a javaslatot. Arra pedig az előbb említetteknek megfelelően várok én is államtitkárótól, hogy hogyan kell érteni vagy értelmezni a gyakorlatban, hogy fog kinézni ennek az 5 éves veszteség esetén az 5 éves szabálynak az alkalmazása. 5 előrészre kívánják osztani a veszteséget, vagy mégis itt saját maguk számára milyen fizetési könnyítés vagy konstrukciókat találnak ki. Mert remélem, hogy nem arról van szó, hogy itt a virtuális térben való matematika, a virtuális matek kezdődik el. Úgyhogy egyrészt ezekre várnánk válaszokat, de talán még abban az időszakban, amikor az ellenzéki képviselők is tudnak erre reagálni.
csinálni. Tehát arra kérem tisztelt államtitkár urat, hogy ne alkalmazza azt a futballban egyébként nagyon hasznos taktikát, hogy akkor akar gólt rúgni, mikor az ellenfél vagy az ellenzék erre már nem fog tudni válaszolni a házszabály rendelkezésén miatt. Úgyhogy tisztelettel kérem, hogy emelkedjen szólásra. Köszönöm.